felhalmozva a szigetelő anyag ebben a megyinkbeli raktárban. A táblák között azonban más is megbújik, mint a nap látszik, kartonokban került elő az adózatlan ukrán cigaretta, amikor a hivatal emberei a közelmódban lecsaptak a határmenti orgazdákra, akik a zöld határon illegálisan fedőáru közé rejtve hozták hát a füstölni valót. A rajtaütéskor 41 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr 16 helyszínen tartott házkutatást. Csempészeket, szállítókat, orgazdákat, valamint a bűnbanda vezetőjét is sikerült elfogni. A nyomozó kollégáim az ügyben 11 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 8 elkövető jelenleg is letartóztatásban van. A NAV bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és orgazdaság miatt nyomoz. Sorra kerültek elő az egymás közötti rejtett kapcsolattartásra szolgáló adóvevő készülékek a táskákból az akció során. Az egyenruhások emellett feltöltőkártyákat, mobiltelefonokat, nagy teljesítményű gépjárműveket, illetve készpénzt is lefoglaltak. A bűnbandák egy év alatt közel egymillió millió doboz cigarettát hoztak forgalomba, egymilliárd milliárd forintot meghaladó értékben. Bilincsbe verve vezetik fel a lépcsőn a navosok a két hálózat tagjait, Tetőjükért egytől akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik őket.